Megmozdulni nem lehetett, annyian voltak a Győri Egyetem tudásterében kialakított standjain. Már hagyomány, hogy januárban a felsőoktatási intézmény kinyitja kapuit. Az idei programok is nagyon színesek. Igyekeztünk a tavalyi visszajelzések alapján alakítani a programokon. Idén is számos laborlátogatással készültünk, szaktájékoztató előadásokkal, kiegészítő programokkal. Gyakorlatilag, aki ma ide érkezik, akár diák, akár szülő, akár középiskolai tanár, az megismerheti a Széchenyi István Egyetemet, megismerhet minket. Megkérdezhetnek a karok standjainál, mind a 9 kar kitelepüléssel itt van jelen az aulába, bármely szakról tudnak kérdezni. Kitelepültek a szervezeti egységek, a hallgatói önkormányzat, hallgatói élet, a duális partnervállalataink, tehát magáról a duális képzésről is testközelből tudnak érdeklődni az ide látogatók. Az elmúlt évek alatt az esemény országos rendezvényén nőtte ki magát, szinte mindenhonnét érkeztek diákok. Abszolút kiterjedt már a látogatói kör, hiszen nem csak a régióból, természetesen a régióból érkeznek hozzánk a legtöbben, de rengetegen érkeznek amúgy Debrecen környékéről is, az ország másik végéből, és a felvidékről is nagyon sokan jönnek, úgyhogy gyakorlatilag mindenhonnan van érdeklődő az ország bármely pontjáról. Az előbb pont egy bajai iskolással beszélgettem. A dinamikusan fejlődő Széchenyi István Egyetem színes képzési palettáján a többi között a jogi, a gazdasági, az informatikai, az egészségügyi, a műszaki, a művészeti és a pedagógiai terület számos alap- és mesterképzési szak is megtalálható. Összességében elmondható, hogy minden standnál sokan érdeklődnek és kérdeznek a szakokról. Ez talán a legjobb platform arra, hogy az érdekelt szakok, ha több van, akkor tényleg mindent meg tudjon valaki kérdezni. Természetesen azért vannak favoritok, gyakorlatilag minden karon, de ettől függetlenül amúgy minden szak iránt komoly az érdeklődés, és nagyon sok kérdéssel, és nagyon sokan jönnek. Az eseményen nem csak az intézményről, a szakokról, hanem a felvételi eljárásról is pontos információhoz juthattak az érdeklődők. Persze a legfontosabb, hogy végül a továbbtanulók a jelentkezési lapon melyik egyetemet, főiskolát jelölik meg. Győrből érkeztünk, a Págis iskolából. Mi a terv, mit szeretnétek megnézni, leginkább melyik szak érdekel? A villamosmérnöki, PLC, programozás, ilyenek. Most érkeztetek, már nézelődtetek, vagy most már még? Már nézelődtünk, már reggel 9-kor itt voltunk. És akkor találtatok megfelelő információt, ami alapján meggyőződhettek arról, hogy majd ezt a szakot választott? Igen. Jó bemutatásokat, előadásokat tartottak. Elég sok új információhoz jutottam, például a Synergy Team által nagyon sok új dolgot. Akkor ez a vonal érdekel, ami gyakorlati jellegben megmutatja az egyetem működését. Igen, én inkább gyakorlatias embernek vallom magam. Ennek ellenére villamosmérnökként szeretnéd majd a pályafutásodat? Hát gondolkozok rajta, igen. A diákok közül többen összefogtak, és távolabbi városokból együtt jöttek a rendezvényre. Szombathelyről érkeztünk, és igazából a sport és rekreáció szervezés, illetve a járműmérnökű kar miatt jöttünk nagyrészt. És megtudtad a megfelelő információkat? Igen, megtudtam mindent, amit tudni szerettem volna. Én is szintén végzős vagyok, engem is a sport és a rekreáció érdekel, természetesen az életem a sport. Az egyetem nagyon jól felkészült, én úgy gondolom minden információt, amit szerettem volna, azt megtudtam, úgyhogy bízunk benne, hogy majd jól alakul a jövő. Az idei Nyitott Kapuk rendezvényen 30 standon több mint 200-an dolgoztak azért, hogy a résztvevők pontos, taprakész információhoz jussanak, és hogy megismerjék a Széchenyi István Egyetemet.